lesz az este, veled a téren. Tudod, hogy sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd ha véged, csak mondjad, hogy Szasztok arcok, itt ismét vlogoli. Sokszor a dolgok nem azok, amiknek látszanak, sokszor pedig igenis azok, csak nem gondolnánk egy-két emberről, hogy képes lehet félrelépni. No de süttyomban levideózni valakit, aki éppen ideges haver, házhoz mentél a pofonért. Nem érdekel a magyarázkodásod. Ez nem magyarázkodás, ez az igazság. Az sem érdekel. Ne, az törékeny. Na az meg vele nem érdekel. Ne emeld, hát sérvet kapsz. Na mi van, most aggódsz értem, akkor kellett volna aggódod, amikor becsajoztál. De én nem csajoztam, én... Maguk meg mit bámulnak? Nincs jobb dolguk, mint mások magánéletében turkálni. Hatóságilag elfoglalom a felvét. Jaj, haver, az, hogy a gimi elején az idősebbek szivatnak, az egyféle beavatási szertartás. Jaj, haver, mindenki átesik ezen, csak megfelelő tűrőképességgel, kitartással és egy kis humorérzékkel, hát ki lehet bírni. De haver, végzős vagy, hát ideje növeszteni magadnak egy... A kis lúzer szinte kéri, hogy nyakon csapja az ember. Ha kéri, meg is kapja. Az akció célpontja... Csacsika. Akció elnevezése... Szivatás. Akció végrehajtói, Botol... Nem mondd meg ki a nevem! Miért? Nem csak magunknak csináljuk? A ravasz, az agy és a füstölgő puskacs. Lehetek én az agy? Szó sincs róla. Akció kezdete. 5 másodperc. Visszaszámlálás indul. 5, 4, 3, 2, 22! Egy interjú elkészítése komoly felkészülést és lélekjelenlétet igényel. Úgy tűnik, riporterünk nem csak ezekkel a javakkal van felvértezve, hanem helyes, jóképű, okos és kiváltképpen jól reagál a nem várt helyzetekre. Véget is ért az első öreg diák, illetve végzős diák találkozó, és most nem más, mint Somogyi Andor fogom kérdezni arról, hogy hogy érezte magát. Szevasz, Andor! Sziasztok! No, hát figyelj, azt kell mondanom, hogy eléggé derekasan helytáltál itt az elmúlt egy órában, illetve az, hogy a diákok konkrétan meg is kedveltek téged. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy érezted magad, illetve hogy mennyire volt számodra sikeres ez a találkozó. Hát az attól függ, hogy mit tekintetünk sikeresnek. Uh-huh. Hogy maradandó élmény nyújtottam el nekik, hát azt nem gondolnám. Yeah. De ha csak annyit sikerült elérnem, hogy nem untottam őket halálra, akkor talán nem voltam itt hiába. Mit gondolsz, a mai gimnazisták nagyon mások, mint a te idődben? Igen, hát azért nincs köztünk akkora generáció szakadék. Jó, igen, bocs, sorry. Hát igen, különben mások. Az emlékeim szerint én az őkorukban sokkal a kezelhetetlenebb voltam, tudod? Uh-huh. Minden baléba benne voltam, és hát a tanároknak gyakran az agyára mentem. Értem. Akkor mondhatjuk azt, hogy a siker titka az az elevenség? Nem. Hát az igazgatói intők beszerzési módjának a titka. Jó, igen, bocs, ezt lehetséges, hogy kivágom, igazad van, ez jó tipp erre. Akkor azt lehet mondani, hogy a mai fiatalok komolyabbak egy kicsit? Nyilván nem akarok általánosítani, de valami őszintén nagy meglepetés volt a számomra ez az osztály. Uh-huh. Végig figyeltek. Uh-huh. Figyelmezettek voltak, tisztelettudóak. Nagy öröm volt a számomra velük. Jó, hát most nekem így lehet, hogy kuka. Bocs, nem tudtak figyelni egy kicsit? Semmi baj, megesik az ilyen. Jó, hát most ezt most vehetem újra. Hát ezt a most következő videót értelmezétek ti. Még csinálják, de már nem kéne. Itt van tálcán. Jó van? Elindul. Figyelem. Kitaláltunk egy ilyet. Jó, jó lesz. 5, 6, 7. Elmegyek. Igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom. Nem tudja. Merre van. Mégis úgy érzem, hogy egyre engem vár. Jó, szerintem ez most így tud. Elmegyek. Oké. Milyen úton indul? Most már szerintem kapcsoljuk ki, nem? Jó, kikapcsoljuk. Oké, de egyszer megnézzük, jó? Egyszer. És aztán utána letöröljük. Jó, nyugalom, művésznök, ez hidd el, fantasztikus lesz, nézd, mutatom. Egyik kis videót hoztam nektek mára, de ne felejtjétek el, lesz quiz kérdésünk is, ami nem más, mint hogy Tombor mit csinál azzal az egyénnel, aki éppen süttyomban levideózza. A helyes válaszokat küldjétek el a holnaptali@whatevergroup.hu-s e-mail címre. Szombaton sorsolunk, minél több levelet küldtök, annál nagyobb az esély a nyereményre. Pénteken nagy epizód, szevasztok! Mennyi információ egyben. Mi lesz mindenféle?
ér fel. Na, mi van, te csicska? Tudtam én, hogy akarod azt az arcplasztikát. Hol van a csajod? A Csabika, tudom. Mi van, féltékeny vagy, csak magadnak akarod, mi? Mit dumálsz? Hadd engedj el, mert lefejelem ezt a hülyét! Mit fejezted, te? Szép lesz az este, veled a téren. Tudod, hogy sétálunk, mi kéz a kézben. Te vagy a semmi, te vagy a minden. És majd, ha véged, csak mondjad, hogy holnap, Tali.